Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Török Lajos vezető elemző a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt kívánunk! Hogyan kezdjük a hetet? Mi újság itthon és mi újság Európában? Itthon egész jól kezdjük a hetet, azt látjuk, hogy közel 1%-os pluszban van a Bux Index. Ha vezető papírokra lenézünk, azt látjuk, hogy az OTP 0,7, a MOL 0,8, a Richter 1,4, még a Magyar Telekom 1,2%-os pluszban, úgyhogy minden ötben van. A volumen egyébként nem túl magas, 237 millió forint, az OTP-ben és a MOL-ban a legnagyobb. Az OTP-ben közel 100 millió, még a MOL-ban 70 milliós a plusz. Érdemes elnézni egyébként az európai tőzsdékre, és itt azért iránykeresést látunk. Most fordult a DAX éppen nagyon minimális mínuszban, a francia index is szintén minimális mínuszban, érül a FTSE teljesen gyengében, ott 0,4%-os csökkenést látunk. Illetve kiemelném, hogy ma reggel jelentett az Erste Group, és 2,3%-os pluszban van jelenleg a papír. Oké, tehát azt lehet látni, hogy ilyen kivárás, enyhe plusz óvatosság? Egyértelműen szerintem óvatosság jellemző az európai tőzsdékre, hogy mindenki a holnapi amerikai választást várja. Eléggé nagy mozgásokat prognosztizálunk, hogyha akár Biden, akár Trump nyerhet, a szektor szinten biztos, hogy lesz átrendeződés. Amit még kiemelnék, hogy az euróval szemben jelentősen tudott erősödni a dollár ma reggel, a jelenlegi keresztárfolyam 1,16 dollár, míg a forint piacán igazán nem volt nagy mozgás, 1 euróért most 366 forint és 64 fillért kell adni, úgyhogy ez nagyjából a pénteki zárónak megfelelő. Kivárás jellemzi a tőzsdéket, főleg Európában, azért nyilván most több hatás is küzd egymással, azért látjuk, hogy a koronavírus nagyon terjed, viszont a bezárásokat, amiket elrendeltek Nyugat-Európában, még nem tudjuk fölvenni, hogy pontosan milyen gazdasági hatása lesz. Oké, hát akkor nézzük, és szurkolunk, hogy ne legyen túlságosan brutális hatása ennek az egésznek. Tárcsázunk majd titeket, jó munkát, jó kereskedést! Köszönöm, kellemes hetet kívánok, szervusz! Szervusz! Török Lajos vezető elemzővel néztük meg, hogy hogyan nyitottak a piacok. Mi egy kicsit optimistábban, Európa kicsit nagyobb izgalommal és inkább kivárással indítja a hetet. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.